Sziasztok! Ez a Pergamerre hány szavak csatornája, és a mai videóban az őszi tíbjáromat fogom megmutatni, amiben ti is beleszólhattok. Nem sokára itt az ősz, vagyis hát már itt van, amikor kimegy ez a videó szerintem. Jön a kuckózás, jönnek a meleg italok, a nagyon finom illatú gyertyák, amit én egyszerűen imádok. És hát nem hagyhattam ki, hogy csináljak egy őszi TBR-t, pedig én nem szeretek TBR-okat csinálni túl sűrűn, mert behatárolom azt, hogy mit olvashatok, de eléggé bejött a tavaszi vagy nyári TBR-om is, amikor a MOL sorsolta ki, hogy mit olvassak. Igen, tavaszi volt szerintem, mert végül is el tudtam olvasni azt a kevéske könyvet, amit kisorsoltam magamnak, és nem bántam meg, hogy elolvastam. És most is hasonlót szeretnék, már van egy kevés könyv összegyűjtve nekem, amit mindenképpen el fogok olvasni, szerintem szeptemberben. És hát van még 2 hónap, amikor bármi más jöhet. És arra gondoltam, hogy megint egy kicsit bele szeretném vonni a moly.hu-t, de azt szeretném, hogyha ti is segítenétek kiválasztani, hogy mit olvassak el az olvasatlanjaim közül. Először megmutatom, amiket mindenképpen elolvasok, tehát ha ezt sorsolja a MOL, akkor ezeket nem fogom választani, és 5-5 fogok kisorsoltatni a MOL-jal, és abból az 5-ből ti választhatok 2-t, amire a legtöbb szavazat jött, az a 2 lesz az, amit mindenképpen el fogok olvasni októberben, novemberben, vagy akár szeptemberben. Nézzük, hogy mit nem választhat a MOL. Nem választhatja a Szép fiút, vagyis a Bellamyt, amiből 2 példányom is van már, az Ateneumtól kaptam ezt a csodálatos érzelmes klasszikusok kiadást, ezt pedig még a Lazis nagy bevásárlásomkor vettem, mert kellett választani még egy könyvet, vagy ajándékkönyvet, vagy ilyesmi, és ezt választottam, mert láttam már a Robert Pattinsonos filmet, úgyhogy igazából 2 könyvet fogok kilőni egy olvasással, pedig egyébként olyan külön van fent ez a 2, tehát a Szép fiú és a Bellamy, az nem ugyanaz MOL-on, nem tudom, hogy miért. Szóval ezt mindenképpen el fogom olvasni szeptemberben, mert ez lesz a klasszikus könyvklub közös könyve, amit én sírtam ki, mert nagyon szeretném már elolvasni ezt a történetet. Szóval ez fix. Ezen kívül, ami biztos, hogy szeptemberben kerül sorra, az a Daisy Jones and the Six. Egyrészt, mert akarok Hales-nek egy külön videót arról a 2 könyvről, amit választott nekem, hogy mennyire jöttek be. Másrészt meg már mióta megvan ez a könyv, azonnal szerettem volna olvasni, de minden más prioritást élvezett, úgyhogy most. A Greta James után pláne van kedvem még egy zenés történetet olvasni, alig várom. És ez még kérdőjeles, de a Love, Simon, magyarul Simon és a Homo Sapiens Lobby, a film címe pedig Köszi Simon, ő nélkül. Szóval ezt a történetet szeretném már elolvasni, mert már nagyon régóta szeretném megnézni Netflixen a filmet, de előtte szeretném elolvasni, és újra kapható lesz magyarul a Simon és a Homo Sapiens Lobby című kiadás, amire én évekig vártam, de addigra meg lett nekem angolul egy nagyon kedves követőmtől, úgyhogy ennek örömére angolul fogom elolvasni, úgyhogy ez a terv, ez nem élvez akkora előnyt, de nagyon szeretném már elolvasni. Majd amíg fixen szeptemberben kerülnek elolvasásra, legalábbis nagyon szeretném, az az Én várom és a Király Esztelen. Legalább az egyiket el kell olvasnom, mert a közös könyvünk az első rész az Egy hónap egy kiadó kihívásban, vagyis a menő könyvektől olvasunk. Hát szerintem ez nagyon jó lesz iskola kezdésre, egyrészt mert Sophie és Agatha is kezdi az iskolát az első részben, másrészt pedig nagyon könnyű olvasmány. Nagyon vágyom rá, mióta megkaptam a könyveket, hogy végre olvassam, és jön az utolsó rész. Úgyhogy én belehúzok, mert nekem a 4.-5. van hátra, és aztán jöhet a befejező rész. És ahogyan már elmondtam a külön videóban, amiben ezekről beszélek, mindjárt érkezik belőle a filmverzió, amit nagyon-nagyon várok. Úgyhogy annyira jó lesz ez őszre egyébként, mert kicsit ilyen dárkos, hogy szerintem nagyon fogom élvezni, és én már alig bírom megállni, hogy bele ne kezdjek az egyikbe, mert nagyon szeretnék visszacsöppenni ebbe a világba. És még egy van, amit mindenképpen szeretnék mostanában elolvasni, de ez nincs fent nekem MOL-on, mert ezt Ninától kaptam kölcsön, úgyhogy így úgysem fogja MOL kisorsolni. Ez pedig egy Stephen King könyv, az Ezüst pisztolygolyók. Azért kaptam ezt a könyvet, mert nagyon vékony, nagyon nehezen lehet beszerezni, és illusztrált kötet, szóval nincsen benne sok szöveg.
Nagyon kíváncsi vagyok, és úgy gondolom, hogy ez bármikor belefér az időmbe. Én mindenképpen szeretném már ezt elolvasni, hogy vissza tudjam adni Ninának. Ezen kívül még van egy Stephen King könyv, amit tőle kaptam, azzal viszont ilyen közös projekt terveink lesznek, legalábbis nagyon szeretném, úgyhogy az majd egy kicsit később fog megvalósulni, de szerintem jó lenne, ha az is ősszel tudna megvalósulni. Ez pedig a tortúra, de ez sem fogja a Moly kisorsolni, és ez nem egy szeptemberi terv, úgyhogy ezt azért nem hoztam ide. És akkor ezeken kívül jöhetnek a további kötetek, 5-öt fogok sorsoltatni a Moly-jal, és abból ti választhatjátok ki, hogy igazából mit olvassak még el. Minden tervem arra vonatkozik egyébként, hogy az olvasatlan könyveimet csökkentsem továbbra is, mert nagyon jó haladok vele, és az utóbbi időben nagyon sok, hát nem annyira sok, de hosszú könyveket olvastam, és szeretnék most rövidebbeket, hát viszonylag rövidebbeket, az 500 oldalas is belefér, de semmiképpen nem azt a 3 nagyon hosszú könyvemet szeretném elolvasni, ami mostanában a polcomon van, a Twist Olivert, a Trónok harca utolsó részét, és a Galaxis úti kalóstoposoknak könyvet. Na ezt a 3-at biztos, hogy nem, meg szerintem a Svetlana Alekszijevics könyveket sem. Ezeken kívül bármit sorsolhat nekem a Moly. Nekem egyébként van itt egy olvasatlan könyvek polcom, és ide szoktam rakni azokat, amiket szívesebben olvasnék, prioritást élveznek számomra. Mindjárt meglátjuk, hogy a Moly miket szán nekem. A Moly-on tehát van egy olyan a magánkönyvtárnál, hogy random olvasatlan könyv, arra fogok rányomni, és ki fog dobni egy könyvet az olvasatlan könyveim közül. Lássuk, egy Svetlana Alekszijevics könyvet hozott ki, ezt most egyelőre offolnám, főleg így ősszel nem biztos, hogy most szeretném olvasni. Jöjjön egy másik. Nagyon jó, nagyon jó. Légy szíves, szavazzátok meg. A Ragnarök Bíró Szabolcstól. Nagyon mostanában szeretném ezt a könyvet is olvasni, de a szeptemberiben még nem mertem berakni, mert elég sok mindent választottam szeptemberre, és elég zsúfolt hónap lesz munka szempontjából, mindig az, úgyhogy egyelőre oda nem mertem berakni, de októberben biztos, hogy elolvasom ezt a könyvet. Mindjárt idehozom az összeset, csak még akkor sorsoljunk. A Szép fiú, na igen, azt már el fogom olvasni. Így szerettek ők 2. Ez is nagyon jó, mostanában előrébb is raktam, mert egy rövid könyv, nagyon érdekel, és nagyon régóta megvan nekem. Megint egy Svetlana Alekszijevics. Ezt éppen olvasom, a Jane Austen küldetést, úgyhogy ez már addigra el lesz olvasva. Christine Riccio Again But Better. Ezt a könyvet is mostanában raktam előre, mert ez egy angol példány, elég régóta megvettem, ez az egyik legtöbb követővel rendelkező külföldi booktuber könyve, és nagyon érdekel. Egyedül azért halogatom, mert angol, és biztos, hogy könnyen olvasható, csak azokat mindig lassabban olvasom. De ez is nagyon jó, úgyhogy akkor már megvan 3 eddig. Agnes Grey. Jó, ez egy nagyon-nagyon rövid könyv. Minden nap gondolok rá, hogy akár most gyorsan elolvashatnám egy nap alatt, annyira rövid, de valamiért sosem kezdek bele, úgyhogy ha megszavazzátok, akkor belefogok. És egy utolsót. Vilt fel asszonya. Hát igen, ez is egy olyan könyv, amit tologatok magam előtt, pedig a tavalyi Mit akarok még elolvasni az évben videómban is benne szerepelt. Hát egyáltalán nem olvastam el, mert ez is egy klasszikus, és bár nyilván azért van meg, mert érdekel, és mert Anne Brontytól még semmit nem olvastam, hát egyáltalán nem élvezett prioritást, és évvégén már klasszikusokat nem annyira szeretek olvasni, mert azokkal azért lassabban haladok, szeretem megrágni ezeket a történeteket, de ha megszavazzátok, akkor ősszel belefogok. Na most idehozom ezt az 5 könyvet. Itt is vagyok. Így ránézve ezekre a nagyon rövidke könyvekre, az sem kizárt, hogy mind az 5-öt elolvassam ősszel, vagy hogy többet válasszak be azokból, amiket megszavaztok. 3-at, ami a legtöbb szavazatot kapja, meglátjuk, fogok csinálni egy ilyen szavazást a közösség fül alatt, meg szerintem a Facebook csoportba is, és akkor tudtok ott szavazni arról, hogy melyiket olvassam el. Mutatom újra a könyveket. Bíró Szabolcs Ragnarök, ezt nem akarok befolyásolni titeket, de ezt nagyon szeretném elolvasni, mert az írótól kaptam, és már azért egy kicsit régebben. Szóval ezt egyébként is el akarom olvasni, ha nem szavazzátok be akkor is. Itt van az Again But Better, Christine Riccio-tól. Hát igen, ezzel tényleg csak annyi a bajom, hogy angol, azért ez egy durván rendes regény. Persze romantikus regény, tehát valószínűleg könnyen olvasható, de azért idő kell nekem még mindig az angol kötetek elolvasásához. Aztán
Agnes Gray M. Bronte-tól, ugyebár akitől eddig nem olvastam semmit, attól most akár kettőt is olvashatnék, mert már beszereztem ezeket. Az Agnes Gray az abszolút egy-két napos olvasmány, 170 oldalacska, nagyon kíváncsi vagyok rá, imádom ezt a kiadást. A Whitefell asszonya az már azért egy kicsit hosszabb, de ez sem vészes, hát majdnem 400 oldal. Ez igazából annyira nem vonz, mint az Agnes Gray, egyikről se tudom, hogy miről szól. És ez utolsó, az Így szerettek ők, ami Nyári Krisztián kötete, ennek a sorozatnak ez a második része, vannak benne képek, nagyon érdekel már engem ez, mert hírességeink, íróink, költőink szerelmi történetéről szól, szóval ez abszolút biztos, hogy egy nagyon jó olvasmány lesz, és hát mondom, egyik sem vészes terjedelmű. Úgyhogy szavazzátok meg, hogy miket olvassak el ősszel, és ennyivel is kevesebb olvasatlan könyvem lesz. Kezdek ott tartani, ahol jól érzem már magam, és jöhetnek majd az új kötetek, mert mostanában nem igazán volt bukhol, és még nem is lesz egy darabig. Ennyit szerettem volna mára. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit terveztek olvasni ősszel. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!